Üdvözlet! Üdvözlet! Szia Uram! 2021. 6. Hó, 9. Gábor János Péntek. És Tó Dani a stúdióban egy ö, olyan napon, amikor, ö, amikor minden egy kicsit különlegesebben működik. Igen, egy előadást fett... már megszakítottunk, a másikat elindítottuk, és azzal a példával kezdtem, mint technikai információ Jánosnak, hogy ez kicsit olyan, mint a párkapcsolat. Az elején szép és zöld, minden világít, minden jó, és amikor elkezd, elkezd az eső esni, elkezd a jégeső és a villámlás becsapni, akkor a grafikonok így le, lefelé Úgyhogy gyerekek, ez az 5-6 néző, aki most jelenleg nézi, legyetek szívesek visszacsatolni hangban és képben. Láttok, hallottok-e bennünket? És előre elnézést kérünk, hogyha eltűnnénk véletlenül az éterben, az valószínűleg, hogy a téma által generált feszültség fogja okozni, hiszen a mai nap a propagandának, a mai napot a propagandának fogjuk szállni. Mondhatom ezt, Jani? Nyugodtan mondhatjuk, és nem mi fogunk propaganda szöveggel fárasztani bárkit is, bár volt egy ilyen tervünk alapjáraton, hogy megpróbáljuk bemutatni majd a propaganda mechanizmusát azzal, hogy különböző rágalmakat kezdünk el egymásra dobálni. Ez <coughs> nem lesz és, nehéz. És szerintem ez amúgy tud működni. Úgyis mindig van egy dühöngő része a, a, a pénteknek, és és lehet ez is. Én úgy, úgy bírnám, hogy egy elkezdeni, elkezdeni, rágalmazni engem, Jani. De, de, a, a propaganda nem feltétlenül a rágalmazás, de, de nagyon nagy része az, hogy valami kreált, kreálunk egy ellenségképet, egy ellenséget, és, és, az, az ellen védjük meg a vélt közönségünket? Jól, fogalmazok? Nézzük meg, hogy miért is aktuális. Teljesen, jól fogalmazol. Igazából ez a modern megvalósulása a propagandának, hogyha tetszik. Az, amit még annak idején is erre utaltunk az előzetes posztban is, ugye Göbbe talált ki. De a náci propaganda miniszter lényegében egy nagyon hatásos továbbfejlesztője. A nem ő találta ki, csak ő nagyon szépen kipolírozta, Igen. kicsiszolta ezt a dolgot, hogy ez hogyan lehet a modern modern kommunikációban magas szintre emelni. Nagyon profi újrahasznosítók voltak a saját eszmék, eszmékhez képest, mert ugye pár ott van a horokkereszt, kereszt, hogyha erre visszautalunk, ugye az indiai termékenység szimbólum a horokkereszt eredetileg, ott van a karlendítés, ami az ókori Róma sajátja volt, ez így nagyon szépen, nagyon szépen körvonal az, hogy nagyjából mire törekedtek, meg ott van a propaganda módszere, amit eredetileg a 17. század környékétől kezdett el a katolikus egyház használni, de eredetileg hittérítésre, hát annak is meg voltak a maga Jó, azért a, azért a, a, a hittér, Mikor halljuk ezt a szót, hogy hittérít, és akkor Aha. azt gondoljuk, hogy Jézus, Jézus tanait békés módon át percet, átviszik az emberekhez. Hát azért volt itt keresztes hadsereg, keresztes lovagok, akik elmentek más országokba, és karda térítették hitre a népeket. Mi is okosan inkább nem, nem vártuk meg ezt, hanem, hogy volt? A koronát, meg, meg talán valami feleséget is onnan szereztünk. Hogy... Hát, hogyha egy mód van rá, igen. Nem, valószínűleg nem volt nagyon jobb, jobb megoldásunk, mert hogy továbbra is el voltunk könyvelve, ugye... Pogány nemzetként. Igen, meg barbárként. A származásunk, meg a, meg a hadviselésünk, meg a történelmi módszerek miatt, amiket alkalmaztunk, lásd, hogy, hogy kalandozó hadjárat. Amit, amit, mi, amit mi, ahogy a történelem tanáraink nagyon büszkén úgy tanítanak nekünk, hogy a nagy magyar nyak nyilaitól mindenki retteget Ege. Európában. Kíváncsi lennék, az olasz a német, a francia, vagy az osztrák történelem tanításokra, hogy a barbár magyarok megérkeztek, és szépen íjakkal él, illettek mindenkit, aki Olyan szembe jött. Izgalmas lenne megnézni azokat a történelem könyveket, hogy vajon azt a korszakot hogyan nem legetik, hát nagyjából hasonlóan, mint hogy mi a tatárjárást. Tehát, hogy, hogy mi, hogy Jöttek Európában magyar járás volt. Ugye a, a, Szerintem a, 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 a semmiféle. Rajtunk kívül ezt senki nem említi meg a történelem könyveikben. Nekem az, nekem az a gyanú. Nem hiszem, hogy nem a hívják. német tan tananyag része az, hogy a magyarok megérkeztek egyszer, csak valahonnan a netel és itt elkezdtek egy kicsit randolírozni. Talán van egy-kettő fejezet. Nem mondták, hogy magyarok, hanem Mondom. valami barbár, keletiek aztán kész. Hát Akik annyiben... két, akiket később keresztény -magyar rá változtattunk mi. Uh, Va igen. Vatikániak. Igen. Uh, igazából um, azért fogalmaztam úgy, talán, hogy nem nagyon volt más választásunk, hogy egy olyan történelmi közegbe, közegbe került uh, az ország, hogy a megmaradásáért igazából kénytelen volt uh, felvenni ezt a vallást. Hogyha az európai közösség uh, Közösségbe akar tartozni, és uh, lehet, hogy van ezzel ilyen rokonát. És milyen párhuzam van de? most, 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 Igen, Mi mert... most is barbár, barbár népnek tartanak minket? Maradjunk mert, a, a tehát Képzeljünk el olyan időt, <laughs> egy olyan időszakot, amikor az európai ideológiát azért, hogy a közösség befogadjon bennünket, kénytelenek voltunk magunkévá tenni. Keresztényé váltunk. És keresztényé váltunk. Vajon mi történik, és mi történt azóta a különböző időszakokban Európában, meg mi történik napjainkban, és hogyan milyen módon eszköz ennek a propaganda? Na ezen érdemes eltöprendi. Ugye van, -e, menj, mondjuk meg, de sajnos nem tudom, egy cikk az alapja a mi beszélgetésünknek, amit Igen. az új szópont. Uh, uh, új szó. Pont, uh, ja, gyorsan az új szó, uh, tehát ismert, uh, ismert lap, új egyébként. Új szó. találtál, te, Jani, és földobtat, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Tehát ez a cikk velősen az alapja a mi beszélgetésünknek, a mai beszélgetésünknek. Lényegében egy nagyon szép történelmi összefoglalója a propaganda működésének, röviden, egy uh, gyors talpalóban. Nagyon érdekes az az elején, amit mondtam, ugye, hogy kreálunk egy ellenséget, és attól védjük meg mi a népünket, követőinket, akárkinket. Érdekes, hogy mi ugye a saját szemszögünkből elemezzük ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy mi, minket kitől véd meg mondjuk Orbán Viktor, de mi van, hogyha ezt megfordítjuk, és a barbár magyar nemzetséget nézzük, azt a párhuzamot, amit... amit Európa ugye, gondol néha. Európa gondol néha, és Európának lehet, hogy Orbán Viktor a Soros Györgye. De ezt most, de ez most jó... erre? Nem, Tehát de... az európai politikusok Orbán Viktorral riogatják a népüket, hogy mindenki, most kérdiket... mindenki egy mini Putyin lesz, hogyha nem. Ha, minden, ha az. Nem tudom kinyegni. Az elemzésekben teljesen az van jelen, amit mondasz, meg amire célzol, hogy abból nagyon jó politikai hasznot tudnak kovácsolni. Na jó, ezt a, Az európai nemzetek, hogy most foglalkoznak ezzel a magyar törvényel, amit, amit lehet. Tehát pohozni. Orbán Viktor a mini diktátor. Európában is ők lehet is azt mondani, azt mondani. hogy hogy ez a csávó az mindenféle új gondolatot és új kultúrát elutasít, és nagyon vigyázzatok, mert ki fognak nélni ilyen mini putyinok Hollandiába, és Belgiumba, Dániába, és meg mindenhol. Legyen a lengyeleket nem kell ez ezzel. Ja. A lengyelek ezen az oldalon vannak. Fehér szerintem. Oroszországban már kinőtt egy, ugye lehet, <laughs> az, azt ugye lehet tudni, hogy ott, 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 már kinőtt egy kis, put, kis putyin, de ö, egészen érdekes, hogy neki egyébként folyamatban lett volna az európai integrációs folyamata. Tehát, hogy Ki ez? Az, a hát... Fehér Oroszországban ugye Lukasenka, tehát ja. neki, neki, már, tehát az országának már folyamatban lett volna az Európai Uniós felvétele. Már erre vonatkozó tárgyalások megindultak, amikor ő így elkezdett agresszívba hajolni, mert a népe a, a hírek szerint úgy döntött, hogy nem kell ő tovább államvezetőnek, viszont uh, valahogy megoldott, még hogy mégis van. ő maradjon. Lehet, hogy csak és kiderült simán, hogy nincs van. olajuk, ja. és nem kellenek az uniónak. Nos, ami a propagandát illeti, ugye ennek nagyon sokféle alfaja van, és ha már szoba került Göbbelsz, akkor nézzük meg, ugye ott van az a hat parancsolat. Amit már ő alkotott meg, de egyébként nem hozzá tartozik, pontosabban nem ő a kitalálója a propaganda fogalmának, meg a mechanizmusának, viszont hogy hogyan kellett azt úgy korszerűsíteni, hogy működjön a modern világban, azt abszolút ő alkotta meg. Azt mondja, kerüld az elvont gondolatokat és az érzelmeket vett célba. Nagyon működik. Uh -huh. sokkal, egyszerűbb, sokkal egyszerűbb kiváltanom belőled a, az utálatot, vagy a szeretetet valami iránt, mint összefüggésekben beszélgetni róla, és hogy úgy hoz egy döntést. Mert hogyha ha sikerül megtalálnom azt a, azt, a, azt a kis pontot, ahova érdemes szöget ütnöm a te érzelemvilágotba, hogy felbosszantsalak, vagy valami ellen felbőszítselek, akkor arra hamarabb hozol egy ösztönös reakciót, mint hogy elkezd gondolkodni bonyolultabb összefüggésein ugyanannak a témának. Tehát, hogy most, most erre lehetne egy modern hasonlatot hozni, ugye migráció például migráció kérdés, hogy, hogy sokkal, sokkal egyszerűbb az embereknek nagyon gyakran úgy gondolkodni erről, hogy, hogy lévén idegenek, lévén rossz hírük van, ezért én félek tőlük, és nem akarom, hogy itt legyenek. Ezt most nem Magyarországra akarom vetíteni, mert nagyon sok ország van még így a világon. De hogy, hogy azt az érzelmet lehet, hogy egyszerűbb megmozdítani, mint azt, hogy gondoljuk végig, ezeknek az országoknak egy részében polgárháború zajlik, ott is vannak menekültek, nem maradhatnak az ályukban, mert politikai üldözöttek, vallási üldözöttek, akiknek onnan Jönni kell. Nyomorban vannak, éheznek, fáznak, szomjaznak. Tehát, hogy nagyon sokféle mód, dolgot lehetne felemlíteni, hogy ilyen összefüggésmentesség gondolni a migrációra, meg lehet. hogy erre is, de ne szemét, kell. azt mondom, hogy hát te is hozzér az emberekre, hadd ezzel. Ugye? De az is az. De, de, de ez van, olyan, nehéz, olyan nehéz megtalálni az egészséges határt. És szerintem, szerintem ez a fő dolog, amivel nekünk foglalkozni kell. Ugye, ugye, ugye a kérdése az volt a cikknek, hogy a hír és a propaganda között hogyan tegyünk különbséget. Mm. Tehát ugye senki nem fog energiát és időt fektetni arra, hogy képezzen minket egy kedves uram, hölgye, jöjjön. Tudja-e ön, hogy mi a különbség a hír és a propaganda között. Uh -huh. Nem, akkor itt van a 20-20 órás tanfolyamunk, ingyenes tanfolyamunk a munkahogyi hivatal által, és el fogjuk önnek mondani, hogy legközelebb, hogyha találkozik ilyenne, akkor ne essen ebbe a hibába, mert ezt senkinek nem érdeke, nem? Ugye? Igen, mert hogy a propagandát mindenki fenntartja magának, hogy valamilyen módon lehet, hogy én is szeretném alkalmazni. A, majd ez egy szépen... jól jön, nem kell, hogy itt mindenki okos legyen. Mindenki csak olvassa szépen azokat a híreket, amiket én írok. Az a fontos, hogy az, amit, az, a hír, amit én írok, nem az, amit igen, te. Igen. De szerintem egy nagyon fontos kulcs szót mondtál, Mivel hogy az félelem. Az? Igen. Igen. Arra a legegyszerűbb hatni. Arra a hatni az az, ami... Az, az, az egész az, ami... életünk egy félelem alapú élet. Aha. Kisfiam, ne menj oda, ne csináld, az nem jó. Kit érdekel, mit mond Kisfiam, ha oda mész, megint föl kell szúrni a füledet, a doktor csinál, és akkor majd <laughs> nézel nagyokat. Igen. És a, a, hogyha az illetőnek egyébként ne szépítsük, mert ilyen is elhangzott generációkon át, ilyen vagy olyan bőrszíne van, akkor ahhoz sem érdemes ám közel menni, meg barátkozni, meg nem lehet benne megbízni. És egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor, akkor ezzel az érveléssel előre is szaladtunk a többi göbbelszi pont felé, hogyha lehet így, lehet így a hat parancsolat többi pontja felé. Mert ugye ott van, hogy kevés üzenetet küld, de azokat folyamatosan súlykold. Ez, ez, volt a második pont, ugye, hogy, hogy ugyanahogy sorolták neki a kicsi Daninak, hogy ne dugdosd a nyelved a konnektorba, mert megvárja ez az áram. Tehát, hogy, hogy, ezt elég sokszor elmondják, akkor anélkül, hogy te ezt a kellemetlen tapasztalatot meg tudnád, hogy milyen beledugni a nyelved a konnektorba, tudod, mert sokszor elmondták neked, hogy ezt nem szabad, és akkor egy félelem fog el. Jó, de vannak hülyék, akiknek még többször el kell igen, ez attól függ, hogy emberre válogatja, hogy hányszor kell elmondani, és ezért súlykolják olyan borzasztóan sokáig a propaganda szólamokat, hogy még a hülye is megértse, csak ugye ezt nem teszik utá mögé, de ezt gondolják valójában. De nem ma, tudom, én nem lehet, nem hogy én vagyok ilyen, ilyen gyerek, hogy így összemosom a dolgokat, meg mindent olyan szimplán akarok élni, de hogy a reklám jut az eszembe? Igen, I igen. Nem. A reklám? Ja, hát ugye a csúykolás. Csúykolom, súlykolom, súlykolom, súlykolom. nem is biztos, hogy igazat mondok. Persze, de ez, ez nagyon remélem, hogy a múlt ködébe vész ez a fajta reklámstratégia, hogy, hogy már legalábbis a modern világban szerintem egyre kevesebben gondolkodnak. Úgy, hogy van egy alapüzenetem, és akkor ezt minél több felületen, minél többször kell megjeleníteni azért, hogy, hogy még szebb lesz a fogsorod ettől a fogkrémtől, ahhoz, hogy tényleg azt a fogkrémet szúrja ki az ember a polcon, a boldban. Tehát már ennél sokkal precízebb módszerek vannak talán. A propagandával viszont nem tudsz másképp eljárni. Bár talán azzal is most már... Hát Ugye, ő, igen, sok minden én, az gondol... Gondol... én azt gondolom, hogy ahogy az emberi szellem szürke állomány fejlődik, úgy <coughs> ö... okosabb mi? <coughs> Mit csinálna? Igen. <coughs> úgy, úgy, nem tudom, hogy ez fejlődik a szürke állomány, de a lényeg az, hogy ahogy eszesedünk, ahogy a nagy emberi agymassza nő, Igen. úgy, hogy ne szürke állományjal példálozzak, úgy okosabb, ravaszabb megoldásokra van szükség. Igen, nagyon sokféleképpen lehet duzzasztani a, kő, a, a, térfogatát sok mindennek, de néha olyan érzésem van, hogy, hogy, az agyad is ezt csinálják, nem feltétlenül értékes, értékes tartalomban ja, feltöltve a társadalomnak a szükség. Végis állománya. nem a, ugye nem a szürke duzzad, mert az egy állandó, hanem a kihasználtsága, mert ugye Igen. nem használjuk annyira ki, mint amennyi lehető van még abban az agyban. Sőt. Nem így úgy, hogy... Sőt, hogy sok propagandának szerintem az a lényege, hogy ja, lejjebb a... vigye. Nem kell annyira okosnak lenni, úgy, ahogy az, előző példában is mondta, hogy nem Vár, biztos, hogy neked olyan sokat kell tudnod erre az egészről, az hanem csak súlykolom veléd azt, amit én akarok. Az érzelmeidre hatok, nem az értelmedre. A propaganda az egy kemény meló, és néha generációkon át tart. Tehát, hogy, hogy az, amit most mondasz, az a jelenség, az nagyon szépen valósul meg, olyan valósult meg a történelemben, fogalmazunk ki, diktatúrákban, hogy, 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 hogy az értelmet, nem leépítem a műveltséget, a világismeretét építem le az oktatásnak a lebutításával, hogy adott funkcionális dolgokra kezdem el csak tanítani az új generációkat. Van egy, van egy generáció, amivel mondjuk diktátorként már nem tudok mit kezdeni, de a következő generációkkal még igen. Úgyhogy elkezdem átszabni úgy az oktatást, illetve módszertanokat, meg az információhalmazt, amit az új generációknak átadok, hogy azzal bebiztosítsam évtizedekre a saját hatalmamat, mert ők, el, mert ők majd nem fognak kritikusan gondolkodni róla. Már hogy az új generáció, meg az új szavazó, meg a 10 éves, hogyha ügyesen végzem ezt a folyamatot diktátorként, akkor el tudom érni azt, hogy 20 év múlva csak még több hívem lesz, mint napjainkban, amikor még ott van olyan generáció, aki nem az én szám íze szerint, nem az én stratégiám szerint lett oktatva, és ne adj Isten, a szemét hajlandó gondolkodni. Kell-e diktátor a propagandához? Vagy csak diktátorra ja működik a propaganda? A propaganda érdekes módon egyet jelent most már a most már a politikai szándékkal, nem? Ugye valahol ezt? Nekem ezt... csak csak politikai jut eszembe, hogy a, propa Igen. a propaganda szó előkerül. Nagyon sokféle közben hát az egyház is. Igen, tehát az lehet hittérítés, az lehet karitatív üzenet, az pff, nem is tudom népnevelés, de mindenki, sok minden sok mindenre negatív, osználni. negatív. egyből göbbe tehát egyből negatív jelentése van ennek a szónak. Igen. Tehát te, igen, mert hogy ugye a modern világban már ő az, aki, ő az, aki megszabta az irányvonalakat, hogy, hogy ezt politikai célokra hogyan lehet használni. De egyébként hivatkoztad ezt a cikket, amit a, ami, ami az új szóban jelent meg, nagyon szépen köszönjük, hogy összeszedték. Valójában ilyen, mit lehet mondani, egy politikai célra a nácik után, meg Göbels után, még évtizedek teltek el, mire elkezdték intenzívebben használni, talán 50-es, 60-as évekből től felfelé lehet azt mondani, hogy intenzívebben megjelent a politikai kommunikációban. Lehet, hogy azért, mert pont egy retteget dolog volt a köbelszi módszer. Mert jó, ő jó, valóban de... egy újat alkotott ezzel az úgynevezett hat parancsolattal. Oké, okay. akkor végig menjünk azon. Mondjuk végig. Ah, csak azért, mert, mert mondjuk, igen. A, kommunizmus is elég szépen alkalmazt, ugye? elég szépen alkalmazt ezt a dolgot, csak ott más volt az ellenség meg. Nézzük Én... meg villám ezt a hatót, ugye, kerüld, ugye ezzel kezdtük, kerüld az elvont gondolatokat és az érzelmeket vett célba. Kettő, kevés üzenetet küldj, ide azokat folyamatosan súlykold, eddig jutottunk el. Három, használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat. Négy, az érvelés legyen egyoldalú, soha ne árnyaj. Öt, folyamatosan kritizáld az ellenfeledet, hat, keress egy ellenségképet és folyamatosan rágalmazd. Tudod, mi jut eszembe nekem erre? Igen. Egy házasság. <gül> 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 Igen. Mostanában onnan... ilyen hasonlataid vannak. Pár kapcsolata, kezdő, házasság, nézzük. Valami baj van az én oldalamon. Ami... Igen. <laughs> nem tudom, ne, most nem akarom az én gépemet uh, Igen? nyomkodni. Emelt ki. Kerüld az elvont gondolatokat, és az érzelmeket vett célba. Uh -huh. Drágám. Igen. El akarok érni valamit a feleségemnél. Drágám, olyan szép a hajad van. Igen. Ugyanazt érzem, mint 18 évvel ezelőtt, mikor megláttalak. Igen. Vagy. Hozol csört? Drága. Vagy. <laughs> igen. De, Vagy. De, úgy, úgy Vagy. a Vagy. az ez, igen? Drágám, meg kell vennünk ezt az autót, mert a másiknak a kinyomó csapágya már négy volt az öreg. ú nagyon jó. Igen. Érted? Érted? Érted ez egy van. racionális gondolat. Aha. Mi az a kinyomó csapágy, akármi? Szép a hajad, igen. szép a szemed. Alkalmaztál olyan kifejezést, tehát hogy megvan az alap problémát, másik kocsit akarsz. Ezt le kell nyilatni a feleségeddel, ezt a problémát, hogy itt most kiganézünk magunkkal. Nem megyünk nyaralni. Így van, megkocsik kell. Mert a kinyomó csapány. Hát, közelít. Van olyan, De nagyon jó oldaláról közelítetted meg a dolgot, hogy, hogy tényleg, hogy a, a feleségedet ezzel a, ezzel a múl, megoldással fogod tudni, a lehető leghatékonyabban revenni arra, hogy rábólincson a kocsira, amivel ő, ő, ő inkább menne nyaralni, és majd jövőre elgondolkodni az autón, mint hogy most azonnal autót venni. És, és tényleg, hogyha, hogyha árnyalsz, tehát úgy érvelsz, nehogy Isten ismeretlen szavakkal érvelsz, a célközönség felé, aki jelen esetben a feleség, ugye, akkor valóban nem fogod elérni a célodat. Brilliáns, tökéletes példa. Tökéletes házasság, nagyon működik. Apa. Igen. Ha nem veszed meg nekem azt a nyalókat, akkor nem szeretlek. <laughs> ez érzelmi zsarolás, várjál. várjál <laughs> Érzelmekre <ható. gül> Kell nekem az a nyalóka, apa. Várjál. Ah, hagyjál már, fiam, kettőt vettünk neked. Apa, kell nekem az a nyalóka, ha nem veszed meg, nem szeretlek. Súlykolsz. Ja, most súlykolsz. nem, várjál. Nem, ez megint az érzelmekre hatok. Ha, 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 nem le, ha, nem, veszed meg ezt a nyalókát, akkor boldogtalan leszek, és tönkreteszem az estét. Akkor hisztériázni fogok. De mondjuk ezt úgy nem mondja ki a gyerek, de nyilván pontosan érezteti, hogy abból egy van egy hiszti lesz, hogyha most ez a nyalóka nem az övé. De ő is nagyon jól alkalmazza a propagandát, mert súlykolja egész nap a nyalókát, hogy meglegyen. És uh, már ott van az, hogy ez érzelmekre had, mert apában már csak az van, hogy öregem egész este hisztériázni. Faj, jó, meg apa két hetente látja, és amikor ja! látja a gyereket, <laughs> akkor, <laughs> akkor Na, még azt fogja mondani a gyerek, hogy nem szeretlek. Itt a, szitu a szituáció már árnyolt. <laughs> hát az apák nagy része szerintem. <laughs> Elvált családokról besz kell beszélnünk. Na jó, várja. akkor maradjunk a családi életnél. Használj felszínes általánosító véleményeket vélemény stereotípiát. itt a vélemény Nem kell, nem feltétlenül a nyalókes pár a, többi, a többi gyerek is, a többi gyerek is megbukott történelemből. Nagyon jó. Aha, igen, működik. Mert a tanár hülye. Igen, de apa meg erre visszajön azzal, hogy hogy azért, meg, azért, mert a többi hülye még neked is annak kell lenni. Nem, nem a többi hülye, hanem a tanárhülye. A ta oh, nagy olyan, az ellenség! Kép. Ott az ellenség! Kép. Nagy, olyan, a tanár jó. Hülye. Okay. Mert hogy mi mindent megpróbáltunk apa, meg a többiekhez is átmentem, és együtt tanultunk. Uh, ne felejtsd de... el! De... Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet. Jelen Igen. esetben ki az ellenfél. A tanár. Tanár. a tanár. A tanár az ellenfél. Múltkor, igen, hogy, hogy a tanár rosszul tanulja. Múltkor is, amikor megpróbálta fölrakni Én a térképet. Én szerettem volna jelentkezni, el... Szerettem volna jelentkezni plusz munkát, de nem engedte. Aha. <laughs> És akkor a, apa visszakérdez, ugye soha ne árnyaj, erre kell még egyért, hogy valószínűleg oka volt annak, hogy a tanárnéni ezt nem engedte. Mi lehetett az oka? Annak, nem hogy szeret el... minket. Igen, nagyon jó, tökéletes. Igen, nem szeret minket. Bár most egy tapsot. Működik, hogy levezetted, és a gyereköregem ösztönösen. És hogyha már a gyerekkorban megvan, hogy ezekre az érvekre fogékonyak vagyunk, nagy Isten még alkalmazni is tudjuk, akkor miért ne esnénk a propaganda csapdájába felnőtt korunkban? Ott van a rutin. Én csak annyit akartam ezzel kiegyezni természetesen, hogy, hogy, ez egy, ezek mi, az, mi alap tulajdonságaink, mi, mi ilyenek vagyunk emberek. Ránk, ránk ezek így hatnak. A ókortól napjainkig. Csak annyi, hogy mibe van becsomagolva ez a dolog. Igen, és ezeket, a, ezt az elemi jelenséget, ezt az elemi sajátosságot, hogy ilyen az ember, ezt, ezt vette észre, ez, amikor, amikor ennyire leegyszerűsítettem, és ennyire, ennyire hatásosá, hatékonyá tette a propagandát. Én azt gondolom, hogy történelmi szituáció kell ehhez a dologhoz. Tehát van olyan történelmi szituáció ma, amikor jól élünk, van mit ennünk, van munkánk általánosságról beszélek, természetesen sok embernek nincs, és az ilyen propaganda az csak az, az, minimálisan érinti a napjainkat. A minimális az azt jelenti, hogy a Facebookon dühöngünk egyet, hogy most legyenek aktivistáink, pedofila törvény, homofóba törvény, okay, egyet kiírunk a Facebookra, de különben éljük az életünket mellette. De ha van egy náci Németország, ha mondjuk ezt a példát hozzuk, de úgy nagyon sokat nem szeretnénk nácizni ebbe az egészben, akkor csak nem, a szerző nem, miatt Nem, nem, nem e, ismerjük a társadalmi szituációt. De az én legjobb tudásom az, hogy akkor azért, ha megmutattad valakinek az ellenséget, az szívesen ragadta, mert e, másképp éltek az emberek mm -hmm. akkoriban. Viszont nagyon jó párhuzamod, mert hogy, hogy olyan, mint hogyha, olyan, mint hogyha a napjainkban pont ezen tények miatt, hogy a legtöbb embernek van munkája, nagyon sokaknak van családja. Mindig van ennivaló az asztalon, hogy ez. Ez elvileg egy nyugodt társadalmat kellene, hogy eredményezzen, ugye? Ja, ugye Én, én ja. azt gondolom, hogy... És itt... val tehát való valahol megnyugtató élete Meg van. Vannak az alapszükségleteinknek igaz. megfelelő dolgok. Ergo mi baj lehet, nem? Viszont a politikának nem jó, hogyha nincs baj. Már hogy a, a propagandát alkalmazó, az ezzel a fajta agresszív meggyőzési módszerrel dolgozó, foglalkozó és ezt űző hatalomnak nem jó, ha minden rendben van. Egyáltalán nem jó. És az, hogy, az, hogyha minden rendben van azon a szinten, ami hozzá kötődik, hogy mondjuk, mit tudom én, jók a bérek, működik a gazdaság, vannak jó a szociális háló, ami mellett intézkedések vannak, az oké. Okay. Tehát, hogy ezzel megteremtek egyfajta biztonságot, viszont az agresszív rendszernek kell, hogy legyen a Köbelszi hadparancsolat nyomán mégis valami olyan fajta külső tényező, ami ezt a nyugalmat, a békét, jólétet veszélyezteti. És hogy ez a. E, igen, egy és ilyen kreált. Igen, ez, lehet, ez, ez lehet kreált dolog. Ez is. a leggyakrabban egy, egy kreált dolog. Nézzétek meg azt, hogy tudva levő jöjjön Egyesült Államok beli példa. Azt mondom, azt kerestünk, igen. Igen, mondjuk a közelmúltból, hogy mindenki, mindenki tudja, hogy hogy hasonlóképpen, mint, mint Németország, az Egyesült Államok is bevándorlók munkájára szorul mert rengeteg olyan feladat is munka egész van. Egész az egyes, egyesült államok az indiánokon kívül bevándorló, csak úgy mondom. Hát belülük már nincs bizonyos okokból, ugye. És, és ugye a gazdaságának nagyon fontos, nagyon fontos része és alkotó eleme a bevándorló, aki egy csomóféle munkát elvégez. Most nem azért, de napjainkban egyébként pont a, a Magyar Külügyminisztériumnak is van olyan intézkedése, jegyzem meg, ami egyszerűbbé teszi a külföldi munkavállalást Magyarországon, majd olvas utána. De, tehát ez a napjainkban aktuális. Azt is, azt is, is tudni kell, hogy, hogy külföldön élő magyarok nagy része építette mondjuk a stadionokat, tehát ezt azért lehet tudni. Csak akkor nehezebb volt a munkavállalás, de ez egy széljegyzet. Igen. Tehát az Egyesült Államok ugye bevándorlókra szól, de mit csinál Donald Trump? Tehát ugye elkezdett az ő, hogy a bevándorlás veszélyes, hogy nem kellenek többen, hogyha ők majd jönnek, akkor, elveszik a munkát, akkor majd az amerikaiaknak lesz nehezebb, akkor majd romlik a közbiztonság. És ezeket súlykolt, és elkezdett, elkezdett bevándorlás ellenes szólamokkal, meg ugye a mexikói határa falépítéssel, kerítésépítéssel, kerítésépítéssel reagálni. És annak ellenére, hogy a gazdaságnak ez egy fontos, is, és ő is tudja, és hogy amíg az egyik kezével engedélyezi ezt a folyamatot, mert tudja, hogy a gazdaságot a bevándorlók tartják működésben, a másik kezével valamilyen módon a félelmet szavazatot kell kreállni. nyert. Igen, tehát a gazdasági pénzügyi biztonságot meghagyja, ö, ellenben viszont kelt egyfajta félelmet, ö, ami, amivel ő tud élni. Mert egy jóléti Egyesült Államokban pont, hogy a, a jólét, illetve a személyes biztonság veszélyérzetével, hogyha eladja azt a politikai vezetés, azzal lehet politikai hasznot kovácsolni. Szavazatok a hát Nem véletlenül gyanakodtak annak idején, 9-11 a George Bush olyan borzasztóan sokan, mert hogy számára kedvező politikai folyamatok jöttek utána, a hadviseléssel, a menjünk utána, a meg, a terrorizmus ellen meg kell védeni az országot, én vagyok a védelmező, aztán nyert is még egy ciklust. Tehát én azt hittem, hogy arról akarsz beszélni, ami a cikkben van, hogy az Egyesült Államok Tájékoztatási Bizottságának két feladata volt, az atrocitás sztorik vizsgálata, vagyis annak kiderítése, hogy hogyan lehet félelmet és gyűlöletet kelteni, illetve olyan történetet konstruálni, amelyből az derül ki, hogy az ellenség kegyetlen. Tehát erre nekik bizottsága volt. Igen. Igen, és nagyon, hogy nagyon hogyan úgy de sajnálom, ellenséget, bizottság. És nem, is küld, igen. <laughs> és nem is küldtem el neked a Bugs is fotó. fotót. Ja. A tapsi-hapsi töregem, pedig, pedig marha jó volt. Tehát, hogy, hogy tapsi-hapsi Hitlerba júszt fest magának meg olyan hajat, és akkor előtte ott tiszteleg neki a Göring. És ugye ez egy, egy, egy az egyik második világháború alatt kijött a rajzfilmből származó jelenet. Vagy amikor Bugs Bunny meg a cucum minden egyes vetítés előtt előad egy másfél perces kis nótát, hogy hogyan kell ilyen vagy olyan támogatói jegyet, meg bélyeget vásárolni, mivel az amerikai hadsereget pénzelik. Ezzel foglalkozott a Tájékoztatási Bizottság, tehát hogy egyrészt egy ilyen agitálás, hogy próbált meg rávenni az embereket az ideológiai és anyagi támogatására a hadseregnek, meg a harcoknak, ezen kívül pedig hogyan lehetne minden jobban megteltatni a németeket, meg a japókat. Ezzel foglalkoztak, ja. Ingen. Igazából az futott, vég, az futott vég az agyamon, hogy innentől, ha ilyen az alaptermészetünk, és ilyen bizottságaink vannak, és a politikusok csak így tudják elképzelni az ő, előre menetelőket, hogy ellenségeket és feszítségeket kreálnak, akkor soha nem lesz világbéke, amit mondjuk a szépség királynak szeretnének, amikor nyernek. Igen, nincs egy, nincs egy ideális egyensúly, mert mindig lesz, aki, aki majd megpróbál belepiszkítani, mert a hatalmát csak így tudja minden áron megtartani. Én nagyon hiszek abban, nem, úgy fogalmazom, nagyon remélem azt, <laughs> hogy, 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 ez, hogy idővel korszerűtlenné válnak a Kim Jong-unak hogy, hogy idővel, hogy ne, idővel de... annyira kifut a talaj a Lukasenkák, és még tudnék egy néhányat ide sorolni a világból, néha közelről is, hogy, hogy ezek alól úgy fog kifutni a talaj, hogy az új generációknak. Ett, hogy, hogy, hogy akik már nem látták élve azokat a diktátorokat, a Sztálint, a, a, a Hitlert, a, a Kádárt, akik, akik, akik ügyesen alkalmazva tartották elnyomva a népüket, némely esetben úgy, hogy a nép ezt észre se vette. Felsettünk neki fogalma, nem volt róla, hogy a világ hogyan vélekedik róla, hogy ez miért rossz, amit, amiben, amiben tartanak. Hát mindenkinek megvan minden. Hát végül is jó így élni, nem? És mindeközben nem vette észre, hogy, mi hogy hogyan fosztják őt ki érzelmi, ideológiai és anyagi szempontból. És ezek, Biztosan ezek, tudja. És hiszem azt, hogy, 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 a generációk ezeket elüldözik majd, ezeket az embereket. Akikről te azt gondolod, hogy érzelmileg, anyagilag ki voltak fosztva. Biztosan tudod, hogy ők tudják ezt, hogy megtörtént velük, vagy csak te gondolod, vagy te látod, nem is gondolod, vagy csak te látod ezt. Nem, valószínűleg nem, mert sok emberben él a nosztalgia. <höh> Hát, hogy aki nosztalgikusan gondol ezekre a rendszerekre, azok, 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 valóban úgy élik ezt meg, hogy jobb volt, mint most. Mert, mert nekik azt súlykolták, a hanyadik pont? Nekik azt, nekik azt súlykolták, hogy mi jó így hogy vagy hogyha most valami rossz történik, hogy mondjuk csökken a nyugdíj, vagy elvonul valami, az, az, azért van, hogy a te gyerekednek majd jobb legyen. Tehát ez jó. Ez, ez mekkora, ez mekkora kulcsmondat volt mindig is. Mindig. én, ez, sosem, mindig. én, én ezzel ellene vagyok. Amikor a magyar embert... Mit csinált? Az érzelmeire hatott a választó. Igen. Kétféle dologgal lehet mindig eh, helyre tenni. Eh, kajával. <laughs> és a gyerekével. Igen legyen mit enni, és Van kajánk, meg a rendben, ögyé fiam, ha van kajánk, mindenünk mög van. Csak de egészség az legyen. Az legyen, meg kajánk lősz, mög, mög leszünk, Meg a gyerek. Jó, most nem jó. De a gyereked, ezt azért kell ezt az áremelést megcsinálni, mert a gyerekednek jó. És mindenki azt mondja, uh -huh. közben, közbe csak azt kell mondani, nekem legyen jó, ha nekem jó, uh -huh. akkor a gyerekemnek is jó lesz. Tehát már, és érdekes módon, hogy, hogy minden azért történik, hogy a gyerekednek jobb legyen, ez képest mi történt a a gyerekeinkkel, az új generációkkal. 20-30 év múlva vízhiányokkal, megemelkedő napi középhőmérsékletekkel, ezzel kapcsolatos népvándorlásokkal, mert igen, népvándorlásokkal, jegyre kapott benzinnel, ilyesmikkel kell, kell szembenézzenek, mert ahhoz képest, hogy minden azért történik már vagy 100-150 éve az összes hatalomnak a kommunikációjában, hogy a, ha, má, ha, neked most legalábbis nem is jól a gyerekednek, majd az lesz, mert hogy folyamatosan ez görgyíthetjük magunk előtt, hogy, hogy, szépen lassan elment ez az egész, elment mindenki emellett is, hogy pont, hogy a következő generációknak az életét tettük jó eséllyel tönkre. Tehát az előttünk... Azzal, kiálltok... hogy egy szép jövőt akartunk építeni. Holott, holott az összes generációnak úgy érveltek, hogy minden azért történik, hogy te gyerekednek majd jobb legyen. És most azt nézed végig, hogy mire ő lesz nyugdíjas, addigra 50 fok lesz Magyarországon. De már Bár már is eszembe Európa... jut a következő propaganda, ami egy olyan ellenség, ami nem is Soros György, meg nem is Trocki, meg nem is akárki, hanem a klíma. Ja, igen. Tehát a következő nagy mondhatjuk azt szavazatgyűjtést vagy megszólítás csomagot, gyerekek melegszik. Igen. Melegszik, Nincs miért nem lehet hasznos dolgokból ellenséget kreálni? Tehát, hogy már, hogy, már, hogy, már, úgy, hogy... Annak... A szemét, mondjuk a szemét lenne az ellenség. Így van. hogy legyen ellenséged az, hogy kidobod a... Ezt nem a szelektívbe, és akkor még 300 évig még ott rohad a környezet. Hogy legyen a, legyen a, a, a nagyfogyasztású autó, a benzinfaló szörnyeteg, a, a, a műanyag palack legyen, hogy miért nem, kosárral nem, nem mész a piacra, miért műanyag zacskóba kéred a répát. E, és, és a lenne sorul. ez például egy hasznos propaganda. Működ, működik is. De lehet ilyet csinálni. Szerintem ezzel mindenki megmondja a vállát. Ez nincs ellenség, nem ellenség. A zacskót kell ellenségíteni. tenni. Az egy hasznos akkor propaganda. Akkor lenne ellenség, hogyha lennének ugye a napok, amikor a kukás összeszedi, meg lennének szemetes napok és megy a kukás, és öntögeti be az udvarodba a szemetet. Vagy a legtöbb szemetet termelő... Mindegy. Kalocsai. Igen. A legtöbb szemetet termelő tíz kalocsai, az az éves szemetét az udvarába visszakapja. Nagyon jó! <laughs> amúgy ö, nagyon jól lehet érzékelni a régi generációk hozzáállását ehhez. Néha falun, most nem akarok általánosítani, a fiatal ismerőseim, amikor megvettek egy falusi házat, hazajöttek külföldről, volt egy kis pénzük, úgy döntöttek, hogy ah, felújítjuk, tök szép, gyönyörű házat készítettek, gyönyörűen felújították, gyönyörűen megcsinálták az egésznek a közegét, kívülbelül felújított ház, meg, meg nagyon szeretnek kertészkedni, és az udvar is gyönyörű. És uh, és uh, elmesélték nekünk, hogy, uh, vagy elmesélték nekem, hogy hogy amikor oda költöztek és elkezdték az udvart rendbetenni, hogy hát hogy nyilván azt fel kell ásni. Azt szóval, mondja, ne tudd meg, mit találtunk. Tehát az egész udvar alatt, vagy legalább egy jó része alatt, iszonyatos szeméttenger tenger húzódott. Elásták maguk alá a szemetet. Elásták maguk alá a szemetet, az előttük, nem tudom, ott lakott két-három generációról ez nyugodtan elmondható, hogy szépen parcellázva, szemétszá vagy szemétszállításnak híján, vagy azért, mert nem akartak a szemétszállításért fizetni vagy nem volt más megoldás, de szerintem olyan száz éve nincs, elásták az udvaron a szemetet, a kommunális hulladékot, a műanyagot, az üveget, a mindent, hogy tessék, gratulálok. Ez a mai, de jó, ez a mai tudásunk, az ő tudásuk, mit tudom, hogy 30 évvel ezelőtt. Nem mondja már nekem valaki, hogy, 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 30 évvel ezelőtt ez nem volt rohadt kellemetlen, hogy, hogy nem tudták, hogy ez káros. Hát az Isten áldja. És ráadásul é, é, saját nem tudtuk. 30 év ezelőtt nem tudtuk, hogy ennyire káros. Tudtuk, hogy szemét, kellemetlen, ne, nem olyan gyorsan bomlik le, de kit érdekel, fiam, ássát. Nem volt ezt, Most, amikor Vágódeszkával legyezgeted magad, De ez lebomló. Jó meg, történt, meg a légkondid ugyanannyit, ugyanannyit fogyaszt, mint amennyit a, a gázkonvektorot. tehát egész évben fűtési szezon van igazából, nem? Lényegében, igen. igen, így találtak nekünk, igen. Tehát euh, akkor, akkor elgondolkozz ezzel, hogy most akkor lehet, hogy meleg van, meg, meg nem tudsz aludni mondjuk egy lakóterapi lakásból légkondi nélkül. Igen. De Igen, most Vagy nem kanyarodtunk? El. Nem, abból a szempontból teljesen ide kapcsolódik, hogy a propagandát lehetne hasznos célokra használni, és hogy miért nem tesszük ellenségesé, vagy ellenség, miért nem az ellenségképet, miért nem húzzuk rá olyan dolgokra, amelyektől tényleg tartani kell, amelyeket tényleg ki kellene javítani, mi jó lenne a következő generációk életének, már nem lenne része. És nem, a, nem, nem állandóan rövid távú politikai haszonszerzésre lenne használva a propaganda, ami meg a társadalomon egy rokat kárt okoz, mert, mert folyamatos félelemben tart társadalmi rétegeket, mert folyamatosan gyűlölködnek társadalmi rétegek más társadalmi rétegek, vagy külföldiek, vagy, vagy, vagy egyéb, más szempontból kisebbségbe tartozó emberek ellen, ami, ami iszonyatosan káros dolog, és generációk munkája kell majd ahhoz, hogy ez leépüljön, hogy újra normális mederbe kerüljön. Nagyon hamar lehet gyűlöletkelt, agitációval, súlykolással olyan károkat csinál, olyan ez, mint elhízni. Hogy sokkal könnyebb elhízni, mint lefogyni. Ha, is Tehát ez pontosan ugyanaz, hogy, hogy visszakerülni abban a normális állapotba, a gyűlöletkeltés nélküli időszakba, a, a rossz ideológiák és, és hasonlók nélküli világban, az sokkal tovább fog tartani, mint hogy felépült ez. Hogy hogy így működik a társadalom meg. A ezt szépen mondtad, nem tudom, mit akartam ide kötni. Bocsánat, igen, a, kérdésem, igen. a kérdésem az lenne, hogy hogy van vagyunk mi, mondjuk európaiak? Igen. Népek, európai népek. Hogy van-e köztünk különbség, magyar és svéd, dán és uh, olasz? De, de hogy, ne. <laughs> mi, mi, szerinted, hogy ne? Szerinted, hogy, ha röviden, nem nem akarok ilyen nagy társadalmi elemzést. Nem, nem akarok ímpestem. csőbe húzni, de, de persze csak azért teszem fel a kérdést, mert nekem van válaszom. Vannak dolgok. <laughs> <laughs> Vannak dolgok uh, mindig, amit, uh, amiben más nemzetek mondjuk adott esetben fejlettek és jobban csinálják, mint mi. Ezt lehet mondani magyar szempontból, meg ők is elmondhatják ezt uh, ugyan uh, magukról. De ha Mert mondjuk van, a propagandával akarnak fo foglalkozni ezekkel a dolgokkal? Uh, én uh, inkább, uh, inkább azokat a fajta, uh, azokat a fajta rendszereket tudnám pártolni, ami propaganda propagandamentesen tudja megőrizni a hatalmát, ő valahogy tényleg valamit jobban csinál. Tehát, hogy másfajta módon győzte meg a népét, hogy érdemes mellett lenni, mondjuk jóléttel, mondjuk, mondjuk békével, és nem, a béke alatt nem háborús konfliktus hiányát értem itt, hanem, hanem gyűlöletkeltés nélküli hétköznapokat. Amikor nem kell félni egymástól, hogy, hogy azok a jó rendszerek, ahol ezt meg lehet valósítani, és valahol az az, amennyire én észreveszem, talán valahol az lenne az európai cél. Hmm. Nagy általánosságban. Hmm. Ja, és úgy én... hogy ezt hogyan lehet elérni, az már egy békérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon habitus függő is. Hmm. Tehát amikor a svédeket össze akarjuk hasonlítani mint a magyarokkal, és mondjuk eh, egyből tudjuk, hogy hát azok azért hideg emberek, mi meg előbb, 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 előbb pattanunk, <laughs> meg el... jobb, ah. jobban élnek, jobban élnek. Lehet, hogy az egyik kulcsa az ő habitusuk, vérmérsékletük, szellemi felkészültségük ahhoz, hogy mondjuk velük ezt őket nem lehet így ilyen gyorsan manipulálni mond, és, mond. És, és félelmet kelteni, mert ők azt mondják, miről beszélsz, én, én el vagyok itt, egy sem meg van, van mindenünk semmi. Fejlet, közben, és közben jobb jobb fejlet nekünk is fejlet fejlettebb a... társadalom, de, de, de nem tudom megfogalni, tehát ha azt kérdeznéd, és miért fejlettebbek, az nagyon sztereotíp lenne, hogy több pénzük van. A több pénzük, pénzük, ez nem, itt, itt, nem erről van szó. én azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a vérmérséklet is ebbe a, ebbe a dologba. Ha csak azt nézed, hogy mi kikkel tudjuk megérteni magunkat, te, tehát, hogy miért vagyunk jóva az, az olaszszal, és miért nem vagyunk jóva a spanyolla? Miért nem szeretnek a franciák minket annyira, mi is, miért nem szeretjük őket? Tehát, ha ezeket az, ezeket is külön megnéznénk, akkor akkor valószínűleg látnánk azt, hogy milyen, uh, milyen különbségek vannak köztünk, és hogy a és hogyan működik bizonyos embertípusoknál. Igen. Mondjuk mi speciálisak vagyunk, mert azért elég sokat, ha az egész történetünket nézik, és nem csak a kommunizmus diktatúráját, az akármint, azért mi mindig valaki mellett ott figyeltünk a, a, a lábánál, hogyha így fogalmazhatok. Öm, igen, ennek, ennek, hát... És, és, a, ennek és lehet, aki pont és a... úgy szocializálódik, hogy mindig a diktatúrában vagy, monarchia tagjaként, vagy akármi tagja, úgy szocializálódik, akkor mi ezt tudjuk képzelni másképp. Ha, ha történeteket nézzünk, 30 éve vagyunk demokratikusak, amit mi tanítunk magunk. Csak eljutottunk a provokációk. Cseléd nép vagyunk, azt a cseléd. Ezt te mondtad, te mondd ki. De hát azért legyünk őszinték, hogy ez... ez... A, párhuzam, a párhuzam abból a szempontból baromi jó Svédországgal. Ez teljesen önkéntelen, hogy talán azt érdemes megnézni, hogy kinek mikor kezdődik a történelme, meg hogy a saját civilizációja, kultúrája rajtja, és ahhoz képest milyen folyamatok vannak a történelme. Ott hever előttünk az összes történelem könyv meg lexikon, amiből megmondták régen, hogy a történelem ismétli magát. nagyon jó következtetéseket lehet levonni. Nézzük meg azt, hogy ugye a mi államalapításunk az nagyjából azonos időben zajlott, mint Svédország. Tehát a 10-11. század környékén kezdett el az állam már formálódás kialakulni. Ám, a svédek a jégtakaró visszahúzódásával, puskáztam, azért tudom ilyen marha jól, tehát a jégtakaró visszahúzódásával a svéd területeken időszámításunk előtt 12 ezerben már elkezdtek létrejönni települések. Időszámításunk előtt 12 ezerben Magyarország területén, hát, még, még csak nem is az avarok, hanem még az előtti nép, népesség volt, mi ide jöttünk a, jöttünk a 9.-10. század környékén, a 11.-ben meg állam Miért Mi egyszerűen fiatalok vagyunk itt? Nem vagyunk egy érett, ö, 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 olyan mély gyökerekkel rendelkező nép, mint a német, vagy a svéd, vagy hát a francia. Hát azért néhány szitja magyar most kinyitotta a bicskáját a zsebébe, hát hogy mi itt ős-magyar kint. De természetesen, de a többiekhez képest ez nem egy olyan borzasztó a régi nemzet. Hát ö, ö, már hogy a, a, a régi, tehát a történelmi jelenlétünk az nagyon fiatal azokhoz az országokhoz képest a szeretünk emlegetni, hogy hol tartanak most, mondjuk a németek vagy a svédek, legyenek a svédek a példák. És amikor eszembe jut, a, eszembe jut az, hogy a civilizáció, tehát a civilizáció szerveződése, az államfejlődése, az valahol összefonódik a kultúrával, és nyilván összefonódik a vallásokkal a világban, hogy 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 amikor nagyon sokan jönnek a világon, mondjuk a, mondjuk a muszlimokkal, lássuk be a világon, nagyon komoly muszlim elleneség alakult ki a nyugati országokban, meg nyugati hatalmak körében, és ezzel sajnos időként előszeretettel élnek, nem mindig korrekt módon, hogy ha úgy vesszük, akkor az ő messiásuk egy 6-700 évvel később jött, mint a miénk. És hogyha mondjuk 6-700 évvel ezelőtti Európára nézünk vissza, akkor az a földrajzi felfedezések és a... És a és hát még a keresztes hadjáratoknak az utóidőszaka, időszaka, bár ez utóbbi talán addigra mellett csengett, bocsánat, csak próbálom visszaidézni, hogy nagyon sokféleképpen fejlődnek nemzetek, kultúrák, népek, és, és, lehetünk büszkék a hagyományainkra, és legyünk is, mert ez egy csodálatos ország, és reméljük az is marad a történelmével mindenképpen, de lássuk reálisan a dolgot, hogy, hogy ott, az, amiket pozitív illaként, példaként szeretünk emlegetni, ott sokkal régebb óta vannak már olyan nemzetiségemnek, mint amióta mi vagyunk a Kárpát-medencében. Léteztünk mi korábban is, csak hát nagyon keveset tudunk arról az időszakról, de amióta itt vagyunk, az nem olyan régi. A Európa itt... országainak nagy része is sokkal régebb óta itt van, mint mi. Engedd meg, hogy kiragadjak. A népei, nem az országai, bocsánat. Kigye, kiragadjak egy kulturális tényt, hogyha ezt kulturális ténynek hívják, a magán tulajdon kultúrája. Igen. Na most, ha a félelemkértésről van szó, akkor azt mondják, ugye, hogy testvérem, nem lesz házad, nem lesz udvarod, nem lesz akármid. És mi ezt tudjuk, hogy tehát még mi is tudjuk, én emlékszem, amikor apámék visszaigényelték a földeket, mert nem volt földjük, vagyis hát kárpótláson visszakapták a földjüket, nem volt magántulajdonunk, aztán lett magántulajdonunk. Tehát a magántulajdon kultúrája is nagyon rövid a mi történetünkbe, hogyha egy némethez, egy svájcihoz, egy franciához, vagy egy svédhez hasonlítjuk ezt a dolgot. Hmm. Félelmet simán lehet kelteni bennünk, ha ebből a szempontból elemezzük a dolgot, hogy azt mondjuk, hogy hát az a másik párt, ha föl, az el fogja venni a te, visszaveszik a kommunisták, és megint tsz teszik. Hát, személyes emléken van nekem Igen. még erről, és, és, a, és mondjuk a nyugdíjasok, akik nagyrészt szavazók, Magyarországon és, és szerintem a választásokat tudnak eldönteni, őknek meg komoly élményük van azzal, hogy volt magántulajdonuk, vagy nem. Hogyha csak egy kis példát szeretnék ki. Hájt, De most ezt Németországban, van. Svájcban, meg Védországban ezekkel nem lehet manipulálni eh, propagandával, pro politikai propagandával embereket. Igen, hát ott annyira szent a már is óriási különbség van, hogy azt mondjuk, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, európai emberek vagyunk, és azzal az értékrendel minden, mindent, nem, nem vagyunk ugyanolyanok. Teljesen más emberek vagyunk. Igen. Nagyon jó hasonlat. Ezért is van, hogy a, tehát a jó módú társadalmakat pont hogy a, a, pont, hogy a magántulajdon a szempontjából nem lehet. Ö, De ez egy alapvető szükséglet, hogy le van egy házam, meg van egy kertem, ahol élek. Tehát hmm. ez, ezek egy. A... Van, utána van munkám, meg kajám. Ha ezzel meg vagyok, akkor úgy nagyjából végig tudom élni az, az életemet. Nem? Tehát ez az tehát hogyha, Tehát Nálunk sokkal erősebben tud működni egy propaganda, csak ezt akarom mondani, hiszen. Uh... Sokkal több dolog van, ami kapcsán félhetünk, ami miatt okunk van a félelemre, történelmi hagyományból. <gül> <gül> ez volt a péntek, benne pedig a propagandát szedtük szét. Záró gondolat. Záró gondolat? Záró gondolat. Ilyenkor mindig rápillantasz meg a papírra, hogy mi maradt. Rá, re ki. Re rengeteg minden kimaradt, igazából mindig az az érzésem, hogy ebből még három műsort lehetne csinálni, meg, meg, meg mélyebben belemenni, és az, ha valaki így nekiül mondjuk megnézni minket, vagy meghallgatni minket, akkor azt gondolom, hogy én azt gondolom, de valószínűleg kritikus vagyok magammal szemben, hogy azt gondolom, hogy hát fiúk, ebben még több volt, még jobban ki lehetett volna bontani. Nem tudom, te mit szoktál gondolni arra, amikor vége van a műsornak, hogy kösz vége, vége. az, hogy amikor, érdemes, érdemes, lenne folytatni, akkor én mindig pártolom, hogy a, a, következő héten folytassuk egy új vonallal, de ehhez kapcsolódva és miért ne legyen az a fake news? Fake news? Mert még lehetne tovább folytatni, igen. Igen. És nyugodtan Mutatjuk, hogy a propagandából kiindulva a fake news is ennek a része, mert hogy a fake news az a propaganda eszköze. Mindig, mindig. És ki mondja meg azt, Én hogy fake news valami? Hát újabban ezek a kék színű, meg, meg piros-sárga színű, meg milyen színű a közösség van. Ja, hogy a hát, hát ez a, egy a, fantasztikus Ugye fake news -a, akkor válik valami, hogy. Amire már Trump kellően... azt mondja, hogy fake news. Igen, hát ha, <laughs> ha már kellően sok emberhez eljutott, és, hatá... és túl nagy hatása van. Tehát amíg mondjuk mit tudom, én olvasnak egy, egy, egy álhírt 500-an, addig ez egy jó pofahetsz. De amikor már 5 millióan akkor az, onnantól, az onnantól, onnantól egy súlyos kommunikációs probléma, és a fake news azt nagyon szépen alkalmazzák, teljesen szándékosan, úgy minden több emberhez jusson el egy adott gondolat. Folytathatjuk jövő a fake news-zal, ha hiányérzeted van. Nincs hiányérzete. Nekem is valahol már, hogy a propaganda. A formás. propaganda, nem tudom, ha... Semmi, semmi. Nagyon szerettél volna megrágalmazni valamivel szemléletet. Téged? Az, igen, ezért volt. Nem, azt mondták, hogy elmész, akkor meg és is hátad mögött. Köszönjük szépen, hogy figyeltél, füleltél. Ne felejtsd el, hogy hangos formában is szerkesztettem a Büszke Kutya podcast Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, RSS.com. Vissza lehet hallgatni ezt a műsort, illetve visszanézhető persze a Hokedi Stúdió oldalán, amit tessék bekövetni. Nem csak a Facebookon, hanem a Youtube-on is. Itt volt a mai műsorban Dani. Gábor János. Köszönöm, hogy eljöhettem ismét hozzád. Köszönöm, uram, hogy meglátogattál a szerény hajlékon volt. <szerz> Szia, uram! Szia!